Milyen egy erdő általában? Milyen állatok élnek egy erdőben? A cseresznyés erdőiskolában biztos jártatok már. Őz? Szarvas. Szarvas? Milyen szarvas él nálunk? Gímszarvas. Gímszarvas? Nagyon jó, barbizom. Az ártéri erdők élővilágáról mesélt a Bezerédi Általános Iskola diákjainak Sáfrány Szilvia, a Városi Múzeum munkatársa. Az előadás a 4 évszak az ártéri erdőn program sorozat része volt. 8 csoport jelentkezett eddig, de tulajdonképpen most témahétnek hirdettük meg, de ez fenn marad a menüsorba, és bármikor lehet, amikor esetleg a tananyaghoz odaérnek, akkor is megrendelhetik ezt a foglalkozást. Az előadás vetítéssel kezdődött, így ismerkedhettek a gyerekek a természetben zajló folyamatokkal. Egy véletlennek köszönhetően azonban élő állatokkal is találkozhattak a rendezvényen. Vilmost, a varangyot a kapuban találták ma reggel a múzeum munkatársai, be is hozták rögtön ide az előadótérbe. Az előadásokat követően azonban el fogják engedni, hiszen a varangy védett állat. Vilmos mellett itt volt Ödön is, a mocsári teknős, akit megzavart az időjárás. Őt is a múzeum munkatársai találták, és ugyancsak védett állat lévén az állatkertbe szállítják majd el. Látszanak már rajta a pöttyök? Látjátok? A lábáin is, meg ott a kis állkapcsa alja. A 2 kis kedvenc mellett trófeákat is láthattak a diákok. Mindenféle trófeákat, illetve kitömött állatokat, szőrméket sikerült kölcsönkapnom, hiszen az erdeiskolás múltam azért visszaköszön itt is a munkámba, és meg tudjuk mutatni így a gyerekeknek, meg tudja érinteni, tehát mi próbálunk élménypedagógiát adni, minél több érzékszervükre hatni. Az ártéri erdőről szóló program mellett a múzeum munkatársai a továbbiakban is igyekeznek olyan előadásokat, foglalkozásokat szervezni, melyek az általános iskolai tananyaghoz kapcsolódnak.